Ősszel hazai pályán magabiztosan verte a Vasast az NKS, így a nyíregyháziak győzelmi reményekkel utaztak Budapestre. Az első negyedben nem is volt gond, a vendégek egy pont előnnyel vonulhattak az első rövid pihenőre. A második 10 perc 14 ponttal a fővárosiaké lett, és ez gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést. Fordulás után kétszoros negyedet produkáltak a csapatok, de a két pont ide, két pont oda azt jelentette, hogy a Vasas némi meglepetésre 13 ponttal legyőzte a nyíregyházi kosársulit. A vendégek edzője elmondta, hogy mi vezetett második bajnoki vereségükhöz. Egyértelműen a dobó százalék, tehát az maximálisan behatárolta azt, hogy végül is mi lesz a mérkőzés, az a, hogy egy műzítszereket hibáznunk ugyanúgy, mint Debrecenben, tehát ezen el kell gondolkoznunk, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és mit el kellene tenni, és a másik az, hogy kijöttek egy olyan egész pás letámadásra, ami egy ideig komoly fejtörést okozott számunkra, hogy is lehet ezt megoldani. Amikor végre megértettük, hogy a passzokkal azzal igencsak lehet operálni, akkor már egészen jó helyzeteket sikerült kialakítanunk, meg is voltak a dobóhelyzeteink, tehát nem az volt a gond, hogy nem tudtunk dobóhelyzetet kialakítani, hanem inkább az volt a probléma, hogy ezeket a dobóhelyzeteket nem sikerült bedobnunk. Na most ezen kell valamilyen szinten javítanunk, meg én úgy gondolom, hogy a védekezésünkön, mert hogy egyedül a zóna védekezés volt az, ami működött, tehát egy az egybe a fönti kis embereket nem tudtuk megtartani, ami úgy gondolom, hogy azért ez óriási nagy gond és nagy hiba, hát ezeken kell javítani, aztán meglátjuk a következőkben, ez hogy fog sikerülni. Vasárnap idei első hazai meccsét játsz a nyíregyházi kosársuli, 16 órai kezdettel a Nemzetvédelmi Egyetem csapata ellen lépnek pályára Pap Klaudiáig a Szent Imre Gimnázium csarnokában. A nemzetvédelmi csapatát nem szabad lebecsülni. Ugye ezt a hibát elkövette a Vasas is, amikor oda ment egy aránylag tartalékos sorral, és ki is kapott. Talán annyi előnyünk van, hogy most per pillanat hazai pályán játszunk, és azért a hazai környezet előtt azért a lányok valószínűleg jobban össze fogják szedni magukat, és koncentráltabban fognak kosárlabdázni. Itt egyértelműen azt mondom, hogy itt a palánk alatti játék az, ami döntő lehet, hogy nekik aránylag alacsonyabb szerkezettel dolgoznak, viszont ők is nagyon szépen támadnak meg egész pályán, tehát hogy ezt gyakorolnunk kell ezen a héten, és hogy ne ugyanabban a hibába esünk, mint a Vasas ellen, és ugye hát a dobó százalékon egyértelműen javítani kell, és akkor valószínűleg, hogy ez a mérkőzés, ez egy sima hazai győzelemmel fog végződni. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a veretlen MTK Budapest vezeti 13 győzelemmel, megelőzve a 12-es mutatóval álló nyíregyházi kosársulit. A Nemzetvédelmi Egyetem csapata a 4 győzelemmel és 10 vereséggel a 8. a táblázaton.